Nyolcadikos diákok és szülők töltötték meg a Rudas szakközépiskola auláját az intézmény nyílt napján. Az iskolában az ügyvitel, a közgazdaság, az informatika és a turisztika mellett sportszak is van. Az iskola egyik diákja elmondta, rengeteg lehetőséget rejt magában az intézmény, amelyet érdemes kihasználni. Az iskola kínál olyan lehetőségeket, hogyha te sportszakra jelentkezel, akkor elengednek, ha meccs van, verseny, és ezt lehet más iskola nem engedi, vagy nem tolerálja. És a Rudas az azért jó, mert ezt figyelembe veszik a tanulmányait során. Mindig friss tartalmakkal várja önöket. Szemenyei István, a Rudas szakközépiskola igazgatója, általános tájékoztatóval nyitotta meg az intézmény nyitott napját. Ismertette a szakközépiskolában folyó munkát és képzéseket, majd József Attilától idézve éreztette a továbbtanulás, mint döntés súlyát. József Attila írja a szerelemről, hogy kettős kincs és kettős teher, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon igaz a továbbtanulásra is. Az a jó ír, hogy a szerelembe bele lehet halni, de a továbbtanulásba még senki nem halt bele. Kincs, mert nagyon izgalmas dolog 14-15 évesen válogatni középiskolák között, és eldönteni azt, hogy hol fogom élni tovább az életemet, legalábbis annak egy jelentős részét, hol fogok felnőtté válni, hol talál rám talán az igaz szerelem, az igaz barátság, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak. Ugyanakkor teher is, hiszen kapkodja az ember a fejét a sok információ közepette. A nyitott napon a szülők és az általános iskolások az intézmény életébe is betekinthettek a termekben bemutatott foglalkozásokon. Olyan,